Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, az EGRI magazint látják. Több témánk van a mai műsorban is, már is mondom, hogy mi mindennel készültünk. Rock and Roll Weekend lesz Egerben, egy többnapos rendezvényt szerveznek a Rock and Roll jegyében, hogy pontosan mi lesz a rendezvény programja, kik fognak fellépni, kikkel találkozhat a közönség, arról fogunk majd beszélgetni. Erőtte arról, hogy újabb fejlesztést hajtottak végre az EGRI Uránia moziban, megnyitott az Uránia Café, és igen szép eredmények könyvelhetett el a mozi ebben az eltelt, január óta eltelt időszakban, erről is beszámolunk majd. Újra lesz pneumobil verseny Egerben, hogy most honnan várnak versenyzőket, és milyen különlegességekkel várják az érdeklődőket, erről is beszélgetünk, illetve belenézünk a 10. Aranytőke borszemle díjátadójába, kiderül, hogy kik lettek a díjazottak. És mindenek előtt adom az adóm kampány az 1% felajánlásáért, jövő héten hétfőn várható egy ilyen rendezvény, és erről beszélgetünk most a szervezővel, az EGRI Norma Alapítvány részéről, Kovácsné Somogyi Mónikát köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi is köszönjük a meghívást. Beszéljünk akkor a kampányról. Tavaly már volt egyszer egy ilyen rendezvény, az Adom az adómat, akkor szerveztétek meg Egerben először. Mi volt akkor a cél? Akkor is és most is figyelemfelkeltő hatással bír ez a rendezvény, legalábbis nagyon bízunk benne, hogy minél több embert megszólítunk ezzel. Tavaly ez egy budapesti kezdeményezés volt, az Adom az Adom kampány. A vidéki városok közül Eger volt az egyetlen, aki csatlakozott hozzá. Mi, mint civil információs centrum, fontosnak tartottuk, hogy kapcsolódjunk ehhez a kampányhoz, illetve hogy Egerbe is lehozzuk ezt a lendületet és fiatalos hozzáállást, amit a budapestiek képviseltek. Tavaly a cél az volt, mint most, de az eszköz az más, mert tavaly Egernek és a környéknek a úgymond hírességeit, elfogadott embereit szólítottuk meg, hogy fogalmazzák meg gondolataikat, hogy rendelkeznek-e 1%-ról, fontosnak tartják-e, ha igen, akkor milyen szervezetnek szoktak. Nem kellett megjelölniük, csak tematikusan, hogy körülbelül. És az Érsekertben zajlott ez a rendezvény, majd egy lufit eresztettünk az égbe, ezzel jelezve azt, hogy mennyire könnyű ezzel az egésszel rendelkezni, és mégiscsak egy tolvonást igényel. Idén is megszervezzük, hogy a szabadba vágjak. Idén is hasonlóan szabad téren, a Dobótérre tervezzük ezt a kezdeményezést. Május 11-én hétfőn 3 órától. Csak itt egy kicsit kinyitjuk a járókelők felé is, még időben elkezdtük a szervezési munkálatokat, és lesz fölép a Csakra generátor, dobkör, kint lesznek fiatal kis grafikus jelöltek a Vitkovics házból, lesz a pompomos lányoknak egy bemutatója, a krisnások nagyon finom kis egészséges ételeket fognak kóstoltatni, tehát egy kicsit oda próbáljuk vonzani az embereket, és miután oda vonzottuk, segítünk nekik esetenként alapítványt vagy egyesületet választani. Ugyanis kint lesz az egész adatbázisunk, adószámmal, helyjel, tevékenységi körrel megjelölve. Adott akkor a kérdés, hogy azért szervezitek-e a rendezvényt, mert az a tapasztalat, hogy általában az emberek nem rendelkeznek, vagy nem tudják, hogy hogyan rendelkezhetnek, és kinek javára az adó 1%-kal. Igen, ezt nem lehet tudni, hogy most lustaságból, nem törődömségből, vagy tudatlanságból, információ hiány miatt nem lehet tudni, de minden esetre elég jelentős mennyiségű összegben marad az állami költségvetésben, ami nem kerül újra kiosztásra, pedig csak arról lenne szó, hogy a könyvelőnek, aki elkészíti az adóbevallásunkat, szólni kellene, így néz ki ez a kis nyomtatvány, és akkor ki kellene tölteni, megadni az adószámmal együtt a kedvezményezetnek a nevét, illetve az adózónak az adatait. Ez azért jó, hogy most már feltüntetheti, nem kötelező, de feltüntetheti az is, aki felé adományoz, és aki adományoz, hogy fölvehetik egymással a kapcsolatot, tehát nem feltétlenül anonim a kettő, és egyrészt ellenőrizhetővé válik, másrészt, mert adótitoknak minősül, tehát nem kerülhet ki, másrészt egy további kapcsolatfenntartás véget, ez jó, hogyha tudnak egymásról. Kétféle módon lehet erről rendelkezni, postai úton, ezen a EGSZA nevezetű nyomtatvány kitöltésével egy borítékban a NAV felé címezve, vagy pedig az ügyfélkapunk keresztül.
Mi kíváncsiak voltunk arra, hogy az emberek mit gondolnak az adó 1% felajánlásáról. Egyáltalán tudják-e, hogy ezt lehet, és erről ők maguk dönthetnek. Úgyhogy a kolléganőm készített néhány riportot, ez következik most, megnézzük, aztán folytatjuk a beszélgetést. Én mikor dolgoztam, a katolikus egyháznak ajánlottam föl, mivel nem olyan sok támogatást kapnak az államtól, pláne amikor még én dolgoztam, akkor meg aztán jóformán semmit sem. Most kezdtem el dolgozni, szóval eddig még nem volt rá esély, de biztosan valamilyen sportklubnak ajánlanám fel, ha így lenne. Miért tartja fontosnak a felajánlás? Hát szerintem jogunk van rendelkezni az 1%-unkról, és igazából ha már megvan ez a jog, akkor éljünk vele. Felszoktam ajánlani, igen, és most is felajánlottam, most az állatmenhelyre a vára, az egri állatmenhelyre a vára. A másikat azt nem mindig az egyház 1%-át. Hát úgy gondolom, hogy sok kicsi sokra megy. De azért minden fillére, mindenhol szükség van, tehát kár lenne ezt erről nem rendelkezni. Egy szervezetnek ajánlottam fel valamikor nagyon régen. Már nem itthon tartózkodtam. Hát, ha van értelmes szövetkezet, cég, alapítvány, akinek megírja, akkor természetesen felajánlom. A lányom dolgozik, ők szokták felajánlani, hogy van egy munkatársa, azt szokta minden évben valami szívbeteg gyerekeknek szokta szedni. Nekem nincsen, a lányomnak van, ő azt a szívbetegeknek ajánlja föl, szívbeteg gyerekeknek. És ön fontosnak tartja ezt a felajánlást? Hát igen, nagyon fontosnak, mert azért ebből nagyon sok mindent meg tudnak venni, ha vásárolnak meg ezért gépeket, ilyesmik egy gyerekeknek, ez nagyon jó. Per pillanat nincs olyan bevételem, tehát nincs adó. Az adózott jövedelmem nem volt a tavaly évben, úgyhogy így most nem ajánlottam fel. Amúgy gyerekeknek, sérült gyerekeknek, vagy valami nem ezt cél érdekébe szoktam. És amikor felajánlotta, akkor ezt miért tartotta fontos? Ezzel is támogatni szerettem volna azokat, akik erre rászorultak. Gyermekek megsegítésére, esetleg betegek, vagy valamilyen egészségügyi intézménynek szoktam felajánlani. Hát én úgy gondolom, ez egy nagyon csekély összeg, bármennyi is legyen bárkinek az 1%, és ennyivel gondolom hozzá kell, hogy járuljunk ahhoz, hogy az egészségügy is kicsit felemelkedjen, illetve hát a betegeken tudjunk segíteni. Most is felajánlottam a gyermekrákosoknak. Miért tartja fontosnak ezt a felajánlást? Hát mert őket sajnálom a legjobban. Nekem is van 3 gyermekem, hál' Istennek egészségesek, nem volt még különösebb probléma velük, de mindig meghatódom, és nagyon sajnálom őket. Nagyon szeretem őket, és borzalmas lehet a szülőknek is, a hozzátartozóknak is. Hát azt hiszem, jó volt az arány, talán a megkérdezettek 100%-a azt mondta, hogy fontosnak tartja, felajánlja, mert tudja, hogy ezzel segíthet. Ebből nyilván azt tűnik ki, hogy azért sokan vannak azzal tisztában, hogy milyen jó dolog ez. Lehet, hogy csak elfelejtik, és nem árt rá irányítani a figyelmet, de talán pont ezért lesz jó a jövő hétfői rendezvény. Egészen pontosan kiket vártok majd a dobótérre, hány órától hány óráig, és mi az a határidő egyébként, ameddig az adó 1%-okat fel lehet ajánlani? Május 20-a. Az a határidő, ami jogvesztő, tehát aki utána postázza, az már nem fogadják el. És az előző kérdésedre válaszolva, hétfőn 15 órától este 6-ig leszünk kint. Lehet segítséget kérni. Úgy láttam a riportokból, hogy többnyire érzelmi alapon döntenek az adózók. Mi pedig abban tudunk segíteni, hogy annyira azért legyünk egy kicsit lokálpatrióták, hogy maradjon helyben, vagy legalábbis Heves megyében ez az 1%. Nagyon szép dolog rendelkezni országos alapítványok javára is, de annyiban meg segítsük a helyieket, hogy egy kicsit nagyobb prioritást kapjanak. Mi segítünk abban, hogy rá tudunk keresni adatbázisban, hogyha ők feltétlenül egészségügyre vagy állatokkal kapcsolatban akarnak adakozni, hogy keressünk helyét, és maradjon helyben ez a segítség. És mi volt a másik kérdésed még? Hogy konkrétan kiket vártok? Ja, tehát igen, bárkit, aki arra téved, aki önkénteseink fognak segíteni, sárga lufikkal lehet aznap megtalálni a rendezvényünket az egész városon belül, ahol sárga lufit vagy sárga borítékot találnak, az mi hozzánk kötődik, mert a NAV munkatársaival való egyeztetés kapcsán hozzájárultak ahhoz, hogy a kis sárga borítékban ez az egy sza nyomtatványon, hogyha hozzájárul az adózó, és ott ismeri az adószámát, és
kompromisszumra jutunk, és azt mondja, hogy ő még nem rendelkezett, de most rendelkezhet, akkor össze tudjuk ezeket gyűjteni, és akkor mi leadjuk a NAV-nak, feljogosultnak érezzük így ezáltal magunkat. Tehát ahol sárga lufi lesz, vagy sárga boríték, az mi hozzánk köthető. Hát akkor én kívánom, hogy sokan legyenek a rendezvényen, és remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel is segítettünk, hogy ezt még inkább népszerűsítsük, és az adó 1%-ok jó helyre kerüljenek, és valóban fel is ajánlják őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És akkor mi most folytatjuk tovább az aranytőke borszemle eredmény hirdetésével, ugyanis az Egri Csillag Borfesztiválon hirdették ki a 10. aranytőke borszemle eredményét. A 8 borvidékről nevezett 153 minta közül a nagy aranyéremtől az oklevélig díjazták a borokat. Külön díjakat ítéltek oda az olasz rizlingek, a fehér, illetve vörös borok és a rozék kategóriájában. A 10. aranytőke borszemlét idén is az Eger-Szóláti olasz Riesling borlovagrend szervezte április 10-én. A verseny minden második évben nemzetközi, idén kizárólag a hazai borvidékek termelőinek borait bírálta a neves szakértőkből álló zsűri. Az Egri szőlő és bortermelés támogatását és képviseletét célul tűzű borlovagrend a szemlével a minőségi borkészítést kívánja segíteni a piaci és a kistermelői területen. Ez utóbbi azért is fontos, mert a szemlén nemzetközi hírnevet és elismerést szerzett borokkal vetették össze a kistermelők mintáit. Egy nagyon nehéz évjárat után vagyunk, ugye sok fehérbor a 2014-es évjáratban érkezett, és a rozéborok is. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy hihetetlen szép pontszámokat kaptak többen, sőt több külön gyillas is a 2014-es évjáratból van. Mint Gál Lajos főszervező a díjátadón hangsúlyozta, lendületes, fiatal bírálók ítélték meg a borokat, a színvonal pedig magas volt. Ez a verseny, ez mindig meghatározó. Úgyhogy jól lehet nyomon követni azt, hogy az egri és eger környéki borászoknak milyen színvonalon van tulajdonképpen a tevékenységük. Az érmek mellett kategóriánként külön díjakat is átadtak. A bikavérek közül a Hangácsi és Fia Pincészet 2011-es borát ismerték el. Egyik legfontosabb ez a visszaigazolás, hiszen ez alapján méri le a borász azt, hogy jó úton jár, és az a bor egyébként az egri borvidéken, a bikavér, ami egy zászlós bor, egy ilyen elismerést kap, az mindenféleképpen kellemes visszaigazolás a borról. A benevezett minták mindössze 30%-a kaphatott minősítést, ezzel is jelezve, hogy rangos bírálatról van szó, amely egyébként a bevált 100 pontos rendszer szerint zajlott. Aranytőke borszemle után pedig pneumobil verseny, amelyet most már 8. alkalommal szerveznek majd meg Egerben. A kétnapos programról majd vendégeimmel fogok beszélgetni. Köszöntöm Pek Enikő és Bojki Ferenc szervezőket. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és itt vannak. 8. alkalommal pneumobil verseny, és most itt a beszélgetés előtt éppen azt mondtam, hogy én nem is nagyon emlékszem olyan alkalomra, amikor ne esett volna az eső pneumobil versenyen, de kiderült, hogy én emlékszem rosszul, mert hogy csak 2 alkalommal volt eső. Bízunk abban, hogy most a rendezvényt megkíméli az időjárás. Mikor is kezdődik majd a program? Ugye pénteken már lehet majd látni ezeket a különleges járműveket, alkotásokat, mondhatjuk talán így is. Mi lesz a konkrét program tehát a pneumobil versenyen? A versenyprogram az alapvetően az eddigi hagyományokhoz híven fog alakulni, tehát péntek reggel megérkeznek a versenyzők, őnek gépátvétel, illetve eligazítás, majd a délután folyamán 4 órakor egy menet keretében, hogy a dobótéren megmutatják a résztvevők a járműveiket. Ezután vissza az érsekkertbe, akkor lesz egy kvalifikációs futam, ahol a másnapi rajtsorrendnek a kiválasztása, eldöntése történik, és másnap szombaton pedig egész nap reggel 10-től este 5 óráig szinte miénk az érsekkert. Évek óta szervezik már ezt a rendezvényt. Mi az alapvető cél, amiért elindították, és azóta ez hogyan alakult, hogyan változott esetleg? Tehát nyilván az egyik alapvető cél az az, hogy a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak gyakorlati lehetőséget biztosítsunk, ahol az elméleti tudásuk mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tesznek, és ha ehhez Aventix elemeket használnak fel, az nekünk még jobb, tehát akkor már reklámértéke is van a dolognak, úgyhogy nyilván ez az alapvető cél. Eddig mi volt a tapasztalat a jelentkezők számát illetően, és az idei évben mire számíthatnak az érdeklődők, és a résztvevők is persze? Hát igazság szerint hál' Istennek folyamatosan növekszik a mezőny, és folyamatosan növekednek a résztvevő országok.
tehát 48 csapatot várunk most rajthoz állni, és hát a nevezések is úgymond csúcsot döntöttek, tehát 56 nevezés érkezett, tehát ilyenkor azért egy pár csapat el szokott vérezni, míg elér a finishbe, de alapvetően ezek a számok, ezek rekordot mutatnak, és hát most már nemzetközi szinten is azért Németország stabilan megjelent, illetve hát a balti államokban egyre népszerűbb a verseny. Igen, mert tavaly is beszéltünk arról, hogy ha jól emlékszem, hogy milyen sokan jönnek külföldről, elment már nagyon ugye a híre ennek a versenynek. Idén lehet-e tudni, hogy hány külföldi résztvevő lesz? Hát pontosan a mezőnynek a fele, ha minden igaz, a 48 érkezőből 24 az már külföldi. Egyébként mi a tapasztalat az eddigi versenyeket illetően? Nyilván a kezdeti állapothoz képest én mindig azt szoktam mondani, hogy ha az ember szervez egy rendezvényt, az első az mindig egy tanulópénz, és akkor abból lehet építkezni, de hát ez már a 8. alkalom. Mind a résztvevők számát, mind a verseny lebonyolítását illetően, mind pedig a közönséget, hiszen ugye ezek a futamok nyilvánosak, tehát az emberek kimehetnek és megnézhetik, mire számítanak idén, illetve mire próbáltak odafigyelni. A verseny lebonyolításával kapcsolatban az újdonságot majd Feri elmondja. Ezen kívül pedig a közönség számára, ahogy eddig is, ingyenes az összes program, és most már próbáltuk belakni az egész érsekkertet. Tehát készülünk egy olyan játékkal a közönség számára, illetve elsősorban a gyerekek számára, amivel az egész napot kint tudják tölteni. Tehát ha egy picit megunják a futamokat, vagy éppen a szünetekben unatkoznának, akkor találhatnak maguknak játékokat. És mi lesz akkor az újdonság? Hát mindig próbáljuk ugye a versenyzők visszajelzései alapján a versenyszámokat megújítani. Most az ügyességi került sorra, mégpedig az alapján, a visszajelzés alapján, hogy nagyon egyforma, nagyon hasonló a gyorsulási és az ügyességi verseny. Úgyhogy most egy három körös, úgymond ilyen kvalifikáción fognak átmenni, és így fognak kirostálódni a versenyzők, viszont menet közben változik a pálya. Első futamban egy rövidebb, a második futamban egy hosszabb, a harmadikban pedig még hosszabb pályán fognak menni, és mindig ugye a továbbjutók. Ezáltal próbáltuk ezt a hasonlóságot megszüntetni, hogy ne csak a járműveknek az erő és a menet tulajdonságaiban legyen kihívás, hanem egy kicsit abban is, hogy taktikázni lehessen a versenyzőknek. Egyébként a kilátogató résztvevőknek, érdeklődőknek, a város lakosságának vagy a környékről érkezőknek hogyan tudják izgalmassá, érdekessé tenni ezt a programot, hiszen általában az a tapasztalat, hogy családok mennek ki, tehát gyerekekkel, tehát nyilván itt hallhattuk azért, hogy lesznek olyan programok is. Mire próbálnak törekedni? Meg lehet-e majd esetleg nézni ezeket a járműveket közvetlen közelről? A járműveket a dobótéren a pénteki nap folyamán teljesen közelről meg lehet nézni, tehát akkor teljesen nyílt a hozzáférés ezekhez a járművekhez. Illetve a futamok alatt a Box utcába bejönni nem lehet ugyan, de nagyon közel lehet menni a járművekhez, hiszen ott azért egy komoly munka folyik, és hát az adrenalin ilyenkor dolgozik a csapatokban. Tehát ott biztonságosabb, hogyha a nézők úgymond egy kordonon kívüli, de viszonylag közeli helyről tudják szemügyre venni a járműveket. Egyébként mi lesz annak a győztes csapatnak a jutalma, a díja, hiszen azért ez is nagyon fontos, itt egy versenyről beszélünk ugye alapvetően, akik a végén majd a legjobban teljesítenek és elviszik a kupát. A négy fő kategóriának a győztesét, illetve az első három helyezettjét tárgyutalommal, oklevéllel és egy serleggel jutalmazzuk, illetve minden kategória győztes egy külföldi tanulmányúton vehet részt, és a négy kategória győztes közül kerül ki egyébként az Aventix legjobb pneumobilja, ami inkább egy erkölcsi elismerésnek mondható, tehát ehhez még egy apró ajándék jár, de ott azt hiszem, hogy az lesz a lényeg, hogy valaki teljesen a mezőny győztese legyen, tehát a dobogó legfelső fokára állhasson. Hát akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikorra is várják a közönséget, az érdeklődőket, és mi lesz a konkrét programja a hétvégi pneumobil versenynek? Hát a versenyprogramot tudom részletesen elmondani, Enikő pedig majd a különböző kísérő rendezvényekről tájékoztat minket. Tehát a versenyprogram az hivatalosan 4 órakor, pénteken délután 4 órakor a dobótéren egy köszöntővel kezdődik, majd ezután körülbelül 6 órakor az érsekkertben már lesz egy futam, egy edzőfutam. A hivatalos verseny a szombaton 10 órakor kezdődik, ahol 3
futamot lehet megtekinteni, egy hosszú távút, egy ügyességét és egy gyorsulási futamot, és az eredményhirdetést azt 17 óra körül szeretnénk lebonyolítani. És mi minden társul még akkor majd mindehhez? Ehhez a már hagyományosnak mondható varázstorony fizikai előadása fog társulni, ezen kívül ki lehet próbálni szegvélyeket, ki lehet próbálni az agria speciális mentőknek a kötélcsúszda pályáját, illetve készülünk egy úgynevezett hetet hét próbajátékkal is, ahol 7 állomáson különböző feladatokat végrehajtva a végén pontokat lehet gyűjteni, és ezeket ajándékokra lehet majd beváltani. Hát akkor köszönöm szépen, hogy eljöttek, itt voltak és beszélgettünk erről a programról. Kívánom, hogy nagyon sok résztvevője, nagyon sok érdeklődője legyen a programnak, és esőmentes legyen lehetőleg ez a hétvége. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. És akkor mi most folytatjuk tovább az Uránia Café megnyitásával. A mozi ezentúl több, mint filmszínház, közösségi tér is egyben, mondta Berényi Tamás. Az ügyvezető igazgató a kávézó mellett az új műsorstruktúrát is bemutatta. A január óta eltelt 4 hónap kemény munkájának eredményét jelzik a pozitív visszajelzések. Az Agria Film Kft. Az első negyedévben növelte bevételét, 10 millió forintot produkált, mondta Berényi Tamás. Az ügyvezető igazgató további célként az Uránia, az Agria és a nyári kertmozi fejlesztését határozta meg. A közösségi funkció erősítését ezentúl a közel 6 millió forintból kialakított Uránia Café szolgálja, amely nem csak a mozi közönségét várja kávé különlegességekkel, esténként koktélokkal. Megújult a bejárat és az előtér is. Reggel 7-től fogunk kinyitni, úgyhogy aki egy kávéval szeretné indítani a napját, azokat mindenképpen. Aztán az iskolásokat, akik befejezik az iskolát, kora délután, illetve délutántól kezdve a mozinak a közönséget, illetve hétvégente az esti órákban nyitva tartunk, úgyhogy aki esetleg egy kicsit szórakozni akar, azt is várjuk szeretettel. Berényi Tamás elmondta, ezentúl többször játsszák a nagyobb érdeklődésre számot tartó filmeket. Megrendezik a Magyar Film Hetét, a mozinézők éjszakáját, hétvégenként pedig plusz matiné vetítések lesznek az Agria moziban. Mozi után pedig egy kis rock and roll, ugyanis rock and roll weekendet szerveznek Egerben május 15-én és 16-án. A két főszervezőt köszöntöm a stúdióban, Rész Zoltánt és Dér Gabit. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok. Mi köszönjük, hogy itt lehetünk. Hát ilyen még nem volt Egerben, legalábbis én nem nagyon emlékszem rá. Mit is takar az, hogy rock and roll weekend, mire lehet számítani akkor? Ez úgy néz ki, ez a két nap, ez a Rock and Roll Weekend, hogy pénteken és szombaton lesznek föllépők, külföldről hívtunk zenekarokat, nagy zenekarokat, Rock and Roll, Rhythm and Blues, ez picit ilyen 40-es, 50-es évek stílusos zenéit, és úgy fog kinézni a két nap, hogy pénteken délután már kezdődnek a koncertek. 4 órától van egy koncertünk, és akkor este pedig 9 órától folytatódik, tehát van egy kis vacsoraszünet, úgymond is akkor 9 órától folytatódnak a koncertek. A vacsoraszünet azért van, mert hogy ugye elsősorban ez egy csomagajánlat, és akkor ezért az ide látogató vendégeknek, akik megszállnak a hotelben, azoknak kell egy vacsoraidő, ahol egyébként szintén egy rock and roll zenekar fog játszani. Igaz, hogy ők Karcagról jöttek, de szerintem ők is igazán megteremtik majd a hangulatot a további esti programok. De nyilván bárkit vártok, tehát egriek is igen, jöhetnek, is vagy a környékről érdeklődők, persze, akik kedvelik igen, ezt a stílust. Igen, igen, abszolút, igen, és ez a zenekar, amit a pár említett, ők az egriek ugyanúgy meghallgathatják csütörtökön, este lesz egy ingyenes koncertünk a belvárosban a Széchenyi utcán, és akkor azt ugyanúgy meg tudják ők is, tehát még arra az egy koncertről sem maradnak le, hogyha úgy gondolják, akkor csütörtökön a belvárosban. Egyébként igényszinten éreztetek egy kis részt a pajzsom, mert úgy értem, hogy nyilván nagyon sok program, nagyon sok rendezvény van Egerben, de azt hiszem, hogy olyan, ami tematikusan kifejezetten a rock and rollhoz kötődne, és csak és kizárólag erre fókuszálna, ilyen még nem nagyon volt. Nem nagyon volt, inkább az, hogy tudjuk, hogy réteg zene, szóval azzal persze tisztában vagyunk, viszont de nagyon nagy igény van rá a táncolásra, tehát a táncot nagyon sokan keresik. Úgy, mint a hotelből is, nyilván én tudom, hogy a hotelből is nagyon sokan keresik, meg sokan beszélnek, hogy hova lehet elmenni táncolni. És akkor úgy gondoltuk, hogy aki igazán szereti a jó élő zenét, a igény a zenét, akkor abszolút ide el tud jönni, és akkor két napon keresztül jól érezheti magát. Hogyan próbáltátok a műsort, a programot összeállítani? Kezdjük akkor talán az első napot, a 15-ét. Mi lesz akkor, kik lesznek? Pénteken akkor az úgy néz ki, 4 órakor mondom, bocsánat. Igen. 4 órakor lesz egy magyar zenekarunk van, Szenenhisz Whitecaps, ők nagyon népszerűek, egy Európa szinten turnéznak, úgy, mint akár a többi zenekar is, ők lesznek Magyarországról az egyetlen magyar zenekar, illetve bocsánat, a karcegiak mellett, ők lesznek 4 órától,
és akkor este pedig már a külföldi zenekaroké a főszerep. Péntektől azt mondja, 9:30 kezdődik az első koncert. Németországból jön egy picit keményebb műfő, ez a rockabilly stílus, lehet, hogy az picit ismerősebb az embereknek, most nagyon népszerű. Ők jönnek Németországból, a Roundup Boys, egy 4-tagú rockabilly zenekar, utána pedig Horvátországból jön egy 8-tagú fújós nagy zenekar, egy női, fiatal női énekesnővel, tehát ők egy jó nagy másfél órás rock and roll koncertet fognak játszani. Nagyon komolyan hangzik. De akkor nem csak hallgatni tudjuk majd, ahogy jól értettem, hanem akkor lehet táncolni. Lehet táncolni is, igen. És akkor a szombatén, illetve bocsánat, minden zenekar között előtt és után persze van egy rock'n'roll DJ-nk Ausztriából, tehát ilyen rock'n'roll lemezeket forgat folyamatosan, tehát amíg átáll az egyik zenekar, a másik nem kezd vele, addig is lehet folyamatosan hallgatni, táncolni a zenéket, tehát addig is szól majd a rock'n'roll lemezekről, tehát DJ formájában. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor említettétek talán mind a ketten, hogy nagyon kevés olyan hely van, ahol olyan zenét játszanak, amire tényleg lehet táncolni, és ugye nem a klasszikus diszkó stílusra gondolok, hanem amikor az ember a párjával elmegy, és akkor ott jól érzi magát, és táncolnak, és mellette mondjuk vacsoráznak egy jót. Mennyire érzitek egyébként ennek a hiányát? Azért nagyon sok helyen megfordultok, ugye Gabi főleg színésznőként, nagyon sok olyan helyen jársz, ahonnan lehet ötleteket meríteni, vagy más városokban, ahol máshogy csinálják. Tehát mi hiányzik? A páromat mióta is van, én azóta találkoztam igazából ezzel a stílussal, ezzel az 50-es évek világával, ahol maga az öltözködéssel együtt jár ez a stílus. És a párom útján gondoltuk azt, hogy például elmegyünk Olaszországba, a Summer Jamboree-re, nem tudom, lehet említeni, nem tudom, tehát fesztiválokra Horvátországba, és ott vettük tulajdonképpen a példát, és azt láttuk, hogy ez annyira jó, hogy elmegyünk külföldre érte, akkor Magyarországra, és valahogy meg kellene ezt teremteni. Tehát itt még ezzel nem találkoztunk, hogy külföldi zenekarok jönnének Magyarországra. Vannak, igaz? Magyarországon ilyen fesztiválok, magyar részvevőkkel. Ilyen sok külföldi zenekar ebben a stílusban egy hétvégén, hogy úgy nem nagyon találkoztunk még ilyennel egyébként. Szóval ez így. Hát kíváncsian várjuk akkor. Említettétek egyébként, hogy egriek is bemehetnek, tehát hogy nem csak a hotel vendégeinek szervezitek ezt a programot, hanem bárki mehet. Milyen úton, módon lehet bejutni erre a programra? Belépés lehet. Tehát bármelyik napon? Reményeink szerint napi jegyünk is van, és a hétvégére is van jegy, lehet majd... Természetesen a hotelbe tudják igényelni, megvenni ott a hotellen keresztül, zajlik ott a recepción lehet, persze. Tehát még azt nem említettük, bocsánat, hogy beleszabad mondanom egy pillanatra, hogy lesznek kiegészítő programjaink is. Tehát nem csak a koncertek, hanem lesz egy fodrászunk, egy női fodrász, illetve hát férfi ajakat is csinál, csak egy hölgy vendég lesz, aki a fodrász. Lesznek árusaink, akik ilyen ruhákat árulnak. Lesz egy tetoválunk, ami minden úgy picit, ami ugye a rock'n'roll az 50-es években lesz egy képkiállításunk. És akkor ez mind ott benne. Ez mind a hotelben, így van, tehát közben így a koncertek közben így van. Hát akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy aki ezen a hétvégén belép a hotelbe, az egy kicsit belecsöppen ebbe a világba, egy kicsit vissza az időben. Igen. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Én kívánom, hogy sikeres rendezvény legyen, remélem, hogy sokan lesznek, és hát köszönjük, hogy egy ilyen jó kis programot hoztok Egerbe. Remélem, hogy lesz még ennek folytatása. Köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, az EGRI magazint látták, hogyha a műsorunkat újra néznék, akkor honlapunkon megtehetik a www.tveger.hu-n, és tartsanak velünk a folytatásban is. Viszontlátásra!